Mint arról korábban beszámoltunk, több polgármester részvételével zajlott az új út és az orvosi rendelő előtti tér átadása Peterdám. A találkozón részt vett településvezetők a Magyar Falu programban elért sikereikről számoltak be stábunknak. Újpetrén egy nagy volumenű felújítás várható a közeljövőben. Most jelen pillanatban a hivatal felújítására nyertünk egy 20 millió forintos pályázatot, és teljes egészében megújul a közös hivatal, ami tulajdonképpen 8 településé, illetve hát Újpetréjé, de 8 település tartozik oda. Kiskassán a játszótér újult meg, de egy fontos eszközbeszerzés is megtörtént. Most már birtokunkban van a kis árokásógép, majd szeretnénk mi is bemutatni. Ugye a vízzel vezető árkoknál nagyon jó szolgálatot fog teljesíteni, ezzel kiváltottuk a kézi munkaerőt, továbbá tudtunk kis traktorokat beszerezni, fűnyíró traktorokat. Egy 22 millió forintos pályázatnak köszönhetően Palkonyán megújult a faluház, de sok más projekt is lezárult már. Ezen felül, ami még megvalósult már Magyar Falu program keretében, a járdát is felújítottuk, az eszközbeszerzésen egy traktort nyertünk ágdarálóval, illetőlegesen most még egy épületfelújítás fog megtörténni, ahol a fiataloknak, a nyugdíjasoknak és az időseknek újítjuk föl az életterét. Ezek a települések mind Hargitai János körzetébe tartoznak. Baranya megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a kisebb települések számára az egyik legjobb megoldás a Magyar Falu program. Hamarosan kiírják a jövő évi pályázatokat, melynek kerete 70 milliárd forint. Ebbe beletartozik az útfelújítási program is, ami rendkívül népszerű a térségben. Ezek olyan fejlesztések, amiket nem a települések, hanem a közút valósít meg, ezek település közötti utak, ez ennél is egy nagyobb forrást jelent. 13 pályázat várható, ami kiírásra kerül, ezek gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy amit a polgármesterek jól ismernek, abban a rendben történik a pályázatok kiírása, körülbelül ugyanazok a célterületek. A képviselő arra biztatta a polgármestereket, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg, pályázzanak a Magyar Falu programban, hiszen államilag finanszírozott beruházásokat végezhetnek a településeken anélkül, hogy saját költségvetésükből költenének.